Mesekert bölcsőde Paszabon, több mint 148 millió forintból épült bölcsőde az 1500 lakosú Paszabon. Tapasztalatcsere. Máté Szalkán találkoztak a pedagógiai szakszolgálat helyi és országos munkatársai. Magyar Teátrumi Társaság közgyűlés. 10 év alatt először ülésezett a társaság Nyíregyházán. Több mint 148 millió forintos topos forrásból épült új bölcsőde Paszabon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás része annak a kormány projektnek, amelynek célja, hogy 70 ezerre nőjön a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon. A fejlesztési program munkahelyeket is teremt. A kormány célja a bölcsődei gondozónők és dajkák bérének emelése. 42 millió forintból a korábban református szolgálati lakásként működő paszabi polgármesteri hivatal épületét is felújították. A paszabi szőttes tap megnyitójaként adták át az új bölcsődei beruházást a településen. Az avató beszédeken elhangzott, az épület átadása nem csak egy egyszerű beruházás, hiszen igény van a magyar családokban született gyermekek mögötti megfelelő infrastruktúrális háttér kialakítására. Ugyanis így kaphatnak olyan támogatást a családok, amely lehetővé teszi, hogy bátrabban vállaljanak gyermeket. Ez a bölcsődei beruházások, ez nem csak itt történik, hanem országosan történik. A férőhelyek tekintetében szeretnénk, ha mintegy 30 ezer férőhelyen még több állna rendelkezésre. A következőkben a meghirdetett a Magyar Falu program keretében is ezeknek a beruházásoknak lesz a felmérés. Én azt gondolom, hogy minden ilyen beruházás a jövőt fogja szolgálni. Ez az igényfelmérés már elindult. A napokban a megyei közgyűlés elküldte azt a levelet a polgármestereknek, amelyben jelezhetik, milyen további bölcsődei terveik vannak. Így a Paszabhoz hasonló, növekvő demográfiai mutatóval rendelkező települések újabb fejlesztésekbe kezdhetnek. Akár 3 milliárd forinttal is meg tudja emelni a kormányzat azt a területi operatív programos forrás keretet, amely lehetővé teszi további bölcsődei intézmények létesítését, építését a megyébe, sőt, azt is megkockáztatom, hogy a kerület felülről nyitott, tehát mindenhol, ahol van igény, van lehetőség, van elszánás, bölcsődei fejlesztése, azok az önkormányzatok, azok a települések belevághatnak ilyen programokba. A bölcsőde fejlesztési program a férőhelyek mellett munkahelyeket is teremt. A bölcsődei gondozónők, dajkák, a bölcsőde vezető is reménykedhet abban, nem csak itt Paszabon, hanem országosan, hogy emelkedni fog a bérük, hiszen meg kell becsülnünk ezt a munkát. Ráadásul a védőnői szolgálat is megújult Paszabon, és a védőnői hálózat vagy szolgálat az hungarikum az egész világon. A magyar védőnők tudása, embersége, hivatástudata, az, hogy végigkövetik ugye már áldott állapottól az érkezőt, kezendő kis jövevény életés, és utána is rendszeresen meglátogatják, az a család szempontjából is nagyon fontos, és szeretnénk az ő bérüket is emelni. Ez a 21. századi követelményeknek megfelelő, teljes kiszolgáló helységekkel rendelkező épület két csoportot, összesen 24 gyermeket tud fogadni. A bölcsőde mellett egy másik beruházást is átadtak. 42 millió forintból ma át tudtuk adni a polgármesteri hivatalnak a teljesen energetikailag fejlesztett épületét, illetve ott lehetőségünk volt arra, hogy a belső irodai berendezéseket is kicseréljük, és így egy teljesen megújult községháza van most már Paszabon. Ez az épület korábban református szolgálati lakás volt. A fejlesztések pedig nem állnak meg. Hamarosan újabb település képet meghatározó beruházások valósulnak meg Paszabon. A vasárnapi választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint a korábbi években, emelte ki Hölvényi György Fényeslitkén. A KDNP európai parlamenti képviselője arról is beszélt, hogy sok politikus pozitív jelenségnek gondolja a bevándorlást, pedig a problémákon inkább helyben kellene segíteni az érintetteken. Hölvényi szerint sokat változott az európai parlament az elmúlt 5 évben, a választás központi kérdései minden országban ugyanazok. Az Európai Parlamentben egyszer kiéleződtek a viták, mert egyszerűen nem lehet azt csinálni, ami az elmúlt évtizedekben volt, hogy hát még mindig jó, hanem egyszerűen a bevándorlás, és nem maga a bevándorlás önmagában érdekes, az életmódot, milyen életet szeretnénk, milyen életfelfogásunk van a jövőt illetően, mit gondolunk a családokról, ez nagyon kiéleződött.
Évtizedek óta tartó problémát oldana meg a Jobbik az Európai Uniós forrásokból, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Adorján Béla szerint mindössze 3 olyan szennyvíztisztító telep van a megyében, amelyek megfelelnek az előírásoknak, és a háztartási szennyvíz begyűjtése és elvezetése is sok településen problémás. A párt környezetvédelmi fejlesztésekre fordítana jelentős forrásokat a jövőben, közölte a képviselő. Mindenkit arra tudok sarkalni, hogy tegye meg nyugodtan, húzza be az X-et a Jobbikra, vagy húzza be egy zöld pártra, akár az LMP-re is. Én most ezt tényleg bátran mondom, hogy egy másik ellenzéki pártot is merek támogatni, mert akkor valóban komolyan fogunk foglalkozni a környezetvédelemmel. Egy európai jövőhöz, másféle Magyarországra, másféle Európára és új emberekre van szükség az Európai Parlamentben, hangzott el a Momentum szombati sajtótájékoztatóján. Cseh Katalin szerint csak így lehet hatékonyan fellépni a valódi kihívások ellen, mint a klímaváltozás, a robotizáció vagy a külső fenyegetések. A Momentum európai parlamenti képviselőjelöltje hozzátette, fontos lenne az is, hogy a napi 2 milliárd forintos EU-s támogatást iskolákba, munkahelyekbe és kórházakba fektessék. Vannak azok a belső fenyegetések is, amikor egy EU-s tagállamban nem érvényesülnek azok az alapvető jogok, azok az alapvető kitételek, amelyeket az Európai Uniónak garantálnia szükséges az állampolgárok számára. Ilyen a szabad média, ilyen a szólásszabadság, ilyen a bíróságok függetlensége például, vagy az átláthatóság. És azon kell dolgoznunk, hogy az Európai Unió igenis fel tudjon lépni akkor, amikor ilyen igazságtalanságokat tapasztal a tagállamokon belül is. A pedagógiai szakszolgálat szakembereinek fele hiányzik a megyében, így több feladat hárul a dolgozókra. A technikai és tárgyi feltételek azonban megfelelőek a munkához. A szakemberek Máté Szalkán szerveztek kerekasztal beszélgetést annak érdekében, hogy megismerjék egymás eredményeit és átadják a már bevált gyakorlati tapasztalatokat. A pedagógiai szakszolgálat területén dolgozó szakemberek fontosnak gondolják, hogy a területi és regionális fejlettségbeli különbségek felszámolása érdekében az azonos területeken dolgozó szakemberek megismerjék egymás eredményeit, és átadják a már bevált gyakorlati tapasztalatokat. Ez volt a célja a Máté Szalkai találkozónak is. Ennek a programnak a célja a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Szabolcs-Szentmihályi megyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézményének az együttműködése, és ennek a programnak a kifejezett célja az, hogy a megyében lévő szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok olyan új ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek a diagnosztikus és a terápiás munkánkat nagymértékben megsegíti. Széchi Nóra hozzátette, a szakszolgálatban dolgozókra nap mint nap sok munka hárul, ez annak is köszönhető, hogy a szakemberek fele hiányzik a megyében. Ez viszont nem csak itt jellemző, hanem országos szinten is. Humán erőforrásban akadnak problémák, a technikai és tárgyi feltételek azonban megfelelőek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézményében. Az előadások és kerekasztal beszélgetés célja, hogy minél hatásosabban tudjanak segíteni a rászoruló gyerekeken. Maga az intézményi keret is sokat segít abban, hogy lássák, kik a hátrányos helyzetűek, hogyan lehet felzárkóztatni őket és milyen problémákban kell segíteni őket. Itt a gyermekjóléti szakszolgálat szakember és a pedagógusok figyelnek arra, hogy a gyerekektől milyen jelzések érkeznek, vagy ha nem is konkrétan, akkor a családból vagy a környezetéből, hiszen nagyon fontos, hogyha probléma van a családban, azt általában szeretik elrejteni. Tehát azok a jelzések, hogy mi mondjuk a jelző szakemberek jelezzenek egymásnak, és ezeket az eseteket ki kell vizsgálni. Ez normál esetben így működik. Egy a speciális projekt egy szakmai nap keretében megbeszéli azokat az eseteket, hogy hogyan lehet még jobban felismerni, hogyan lehet együttműködni, hogyan lehet ezt a szakmai tímet szorosabban fűzni, vagy akár bővíteni más szakemberekkel, gondolok itt háziorvosokkal, olyan jelző emberekkel, akik találkoznak a gyerekekkel vagy a szülőkkel. A találkozón a különböző újításokról és modern módszerekről is beszéltek a szakemberek. Ennek köszönhetően akár terápiás kutyákat is használhatnak majd a jövőben a Máté Szalkai tagintézményekben. 3 új taggal bővült a Magyar Teátrumi Társaság az idei első közgyűlésen, amelyet Nyíregyházára szerveztek. A Budapesti Operett Színház, a Kisvárdai Várszínház és a Ferencvárosi Pince Színház is tagja lett a társulatnak. A közgyűlésen szó esett a TAO utáni támogatási rendszerről is. A Magyar Teátrumi Társaság 68 tagszínházzal kezdte meg az első 2019-es ülését, azonban 71 taggal ért véget a közgyűlés.
Az egyik napirendi pontban három új tagot avattak. A Budapesti Operettszínház, a Kisvárdai Bárszínház és a Ferencvárosi Pince Színház is tagja lett a társulatnak. Évente két gyűlés tart a 10 éve működő társaság, amelynek 3 éve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is tagja. Ebben a társaságban olyan színházak, illetve olyan színházak vezetői vannak, akikkel az elmúlt években olyan kapcsolatot tudtunk kiépíteni, ami nem csak a mi színházunknak előnyös, hanem minden színháznak. És ezek a kapcsolatok, ezek több irányban előnyöket jelentenek. Minden kapcsolatfelvétel kapcsán olyan információkhoz, vagy egyéb gazdasági kapcsolatokhoz juthat a Móricz Zsigmond Színház, ami hosszabb távon, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hasznot hoz nekünk. Június 6-án egy színház marketing konferencia keretein belül folytatják a tapasztalatcserét. A közgyűlésen egy olyan témáról is szó esett, amely minden színházat érintett, ez pedig a TAO támogatás megszűnése. Egy tavalyi határozat szerint az állam a költségvetésből nyújt több mint 37 milliárd forint többlet támogatást az előadó művészeti szervezeteknek egy új pályázati rendszer segítségével. Erről a közgyűlés résztvevőinek Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár beszélt. 4 milliárd forintról beszélt, tehát ez a TAO-s pénzeknek nevezett összegek egy része, tehát van egy alap, egy minimum, amit megkaptak a TAO-zó színházak, és lesz egy külön, sőt, hát azt mondta, hogy 3 külön pályázat lesz így kiírva, amelyeknek, hát most nem fogom mindet felsorolni, de 18 altémája van. Esélyegyenlőség, történelmi darabok, nemzeti identitást erősítő művek születése, gyerekekkel foglalkozó ifjúsági programok, szóval egy valóban egy soha nem látott lehetőség halmaz igazából. A színházak fontosságát mutatja az is, hogy 10 évvel ezelőtt még csak egy színház felújítása volt lehetséges 3 évente, jelenleg pedig 5 színházi beruházás van folyamatban, hangzott el a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlésén. Győzött és bennmaradt az NB1-ben a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese a záró fordulóban 2-1-re győzött a Mezőkövesd ellen, így a 9. helyen zárta a szezont. Az élvonalból a Szombathely és az MTK Budapest esett ki. Országúti kerékpáros junior világkupa versenyt rendeznek 2020-ban Nyíregyházán. Kovács Ferenc polgármester a szombati verseny díjátadóján jelentette be, hogy 1928 után lesz ismét Magyarország a házigazdája a viadalnak. Nyíregyháza nagy díját a cseh Daniel Babor nyerte, miután ő teljesítette a leggyorsabban a 45 kilométeres távot. A szombat délután a kerékpárról szólt Nyíregyháza belvárosában. A 900 méteres pályán a korosztályos futamokkal indult a program, majd az amatőrök után következett az elitmezőny. Nyíregyháza nagydíjáért 45 kilométer tekertek a profik. A győzelmet a cseh Daniel Babor szerezte meg, a román Krisztián Máriusz Petrecse és a magyar Pályi Csaba előtt. A díját adunk Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy jövőre rangos verseny házigazdája lesz a megyeszékhely. Elnök úr, engem kért meg, hogy én jelentsem be, hogyha minden jól megy, következő évben 1928 óta először Nyíregyházán lesz egy olyan verseny, ami azóta sem volt, ez pedig az országúti junior világkupa verseny. A versenyigazgató szerint a lebonyolítással minden rendben volt, de a júliusi V4-ek verseny és a jövő évi világkupa jóval nagyobb feladatot ró majd a szervezőkre. Ennek a háztunk körüli versenynek a lebonyolítása, ez gyakorlatilag 25-30 embernek a munkája, és nem kis munkája, de ez egy teszt volt, mert ugye a júliusi V4 versenynek ez a logisztikai feladat, ez körülbelül a 10-szerese lesz. A jövő évi pedig annak a 5-6-szorosa. A nyíregyházi versenyen jelen volt a 2-szeres Giro d'Italia győztes Gilberto Simoni is. A Giro utazó nagykövete elégedett volt a látottakkal. 200 éves a kerékpár. Nekem tetszett ez a mai verseny, remélem egy hosszú sorozat nyitányát láthattuk Nyíregyházán. Fontos, hogy a sportág közel kerüljön az emberekhez, minél többen megismerjék, és egy ilyen verseny erre nagyszerű alkalom.
A V4-ek versenyt július 20-án és 21-én rendezik a megyében. A 2020-as világkupa viada időpontja a jövő évi versenynaptár összeállításakor derül majd ki. Két gólos győzelemmel fejezte be a bajnokságot a kisvárdai női kézilabda csapat. Divinyi János együttese az NB1 zárófordulójában hazai pályán 26-24-re verte az MTK Budapestet. A kisvárda a 8. helyen végzett a bajnokságban. A szezon utolsó találkozóján az első negyed órában felváltva estek a gólok, 7-8 után azonban egy 7-0-ás szakasz produkált a kisvárda, amely végül 5 gólos vezetéssel mehetett a szünetre. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban, fokozatosan ledolgozták hátrányukat, majd a vezetést is átvették. A kisvárda azonban újítani tudott, és végül 2 gólos győzelemmel búcsúzott el a közönségtől Dévényi János együttese. Elég hektikus volt a mérkőzés, ugye az elején rengeteg olyan bosszantó hibát követtünk el, amire készültünk, tehát rengeteg könnyű gólt kaptunk rendezetten védelem ellen, amit külön gyakoroltunk az edzésen, hogy helyezkedjünk feljebb, tehát nem kellett igazán harcolni az MTK-nak, távoli zónákból úgymond szétlőttek bennünket, aztán hogy felkeményedett a falunk, illetve Radojevic beállásával a támadó játékunk is feljavult. Fél időre sikerült kialakítani egy nagyobb különbséget, amit a másik fél időben még jól kezdtünk, sikerült is plusz egyel, de utána Zsinórban 4 kiállítás, illetve Nóri igen jól teljesített, kimondottan örülünk, jövőre még jobban fogunk ennek örülni, hogyha ilyen védési mutatóval fog rendelkezni. Ezzel vissza is jött a meccsbe az MTK, sőt még fordítani is tudott, de a végére felébredtünk, és végre egy végjáték, amit mi tudtunk jól teljesíteni. A vendégek edzője azt emelte ki, hogy csapata végig nagy küzdelemre késztette a kisvárdát. Legjobban örülök, hogy ezt a 60 percen keresztül ugyanúgy küzdöttünk, mint az egész évben, azt a 26 meccsen keresztül, hogy hova jutottunk. Erre is büszke vagyok, hogy azon a helyen zártunk ezt a bajnokságot. Hullámzó volt a mai mérkőzés, voltak jó periódusai, kevésbé jó. Sajnálom, hogy nem sikerült innen szerezni vagy egy vagy két pontot, de örülök itt, amit láttam és amit tapasztaltam ott a pályaszélen. Minden, amit megbeszéltünk, próbáltunk lejátszani, de hogy küzdöttünk 60 perccel keresztül, az legnagyobb öröm. A bajnokságot a György nyerte 52 ponttal 100%-os teljesítménnyel. A második helyen a 46 pontos Ferencváros, a harmadikon pedig a 39 pontos Siófok végzett. A 24 pontos Kisvárda a 8. helyen zárta a 2018-2019-es szezont. Egy pontos vereséget szenvedett hazai pályán a MAFC-tól a Nyíregyháza Blue Sharks. A bronz párharc második felvonásán a fővárosiak 85-84-re nyertek a Continental Arénában, így kettős győzelemmel szerezték meg a harmadik helyet. A nyíregyháziak a 4. helyen fejezték be a bajnokságot. A Budapesten elszenvedett vereséget követően a nyíregyháziaknak mindenképpen győzniük kellett volna ahhoz, hogy folytatódjon a párharc. Az első negyedet 5 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc 8 ponttal a MAFC lett. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, de folyamatosan a fővárosiak vezettek. Az utolsó percben büntető párbaj alakult ki, amiből a vendégek jöttek ki jobban, Czura Attila Dudaszóra esett triplája csak arra volt elég, hogy egy pontra felhozza a Nyíregyházát, a meccset azonban a MAFC nyerte. Nagyon jó teljesített mindenki, nem tudok semmi rosszat mondani senkire, mindenki megtett mindent a pályán. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni és harmadik mérkőzést kiharcolni. A találkozón 15 pontot szerző Olá Zoltán sajnálta, hogy sérülések miatt nem tudtak teljes kerettel kiállni a MAFC ellen. Úgy éreztük, hogy simán meg lehetett volna ez a harmadik hely. Ez az alap lett volna a szezon elején, az volt kitűzve. Ez meg is lett, ez a 4. hely, de mi többet vártunk ettől. A nyíregyházi nevelésű, tavaly még a Kék Cápák csapatában szereplő Nagy Krisztián örült annak, hogy egy küzdelmes meccsen szerezték meg a győzelmet. Erre nem gondoltunk, hogy ennyire nehéz lesz, de én felkészítettem a fiúkat, hogy ebbe az arénába ez a csapat mindig harcos, és harcolni fog az utolsó másodpercig. Hát megmutatták a fiúk, hogy kitették a szívüket a pályára. Örülök, hogy nyertünk és harmadikok lettünk, bár egy kicsit sajnálom, hogy nem sikerült döntőbe jutnunk. Mondtam is nekik évközben, hogy MAFC Nyíregyháza álomdöntő lenne számomra a legjobb. Sajnos ez itt a harmadik helyér jött össze, de örülök neki, hogy ilyen jó meccset játszottunk.
Az NB1-bi piros csoportjának bronzérmét a MASZ szerezte meg, a Nyíregyháza Blue Sharks a negyedik helyen végzett. A döntő első mérkőzésén az oroszlány 84-68-ra győzött Veszprémben, a második találkozó szerdán lesz oroszlányban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több mint 148 millió forintból épült új, két csoportos férőhelyű bölcsőde Paszabon. Ez része annak a kormányprojektnek, amelynek célja, hogy 70 ezerre nőjön a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, és ezzel együtt új munkahelyeket is teremtsenek. Paszabon a bölcsőde épületén túl a hivatal is megújult 42 millió forintból. Területi és regionális különbségek is megfigyelhetőek a pedagógiai szakszolgálatoknál hazánkban. A helyzet javítása érdekében szerveztek találkozót Máté Szalkán. Az országos szinten elmondható, hogy kevés a szakember, itt Szabolcs megyében nagyjából fele annyian dolgoznak, mint amennyire szükség lenne. A kerekasztal beszélgetésen egymás jó gyakorlatait is megismerték a résztvevők. Három új taggal bűvült a Magyar Teátrumi Társaság az idei első közgyűlésen, amelyet Nyíregyházán tartottak. A Budapesti Operett Színház, a Kisvárdai Várszínház és a Ferencvárosi Pince Színház is tagja lett a társulatnak. A közgyűlésen szó esett a TAO utáni támogatási rendszerről is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 20-án hétfőn, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfő este több helyen valószínű zápor, zivatar. A délnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 fok körül alakul. Kedden gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű, zápor szorványosan előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő napokban is változékony időre van kilátás, szerdán a rövidebb napos és hosszabb felhős periódusok mellett több helyütt számítani lehet záporesőre, zivatarra is.